Endrész Ferenc. A szegedi születésű baszbariton jelenleg a Zeneakadémia hallgatója. Az idei évadban a Salome és a Dead Man Walking előadások mellett a Maszkabál online közvetítésén is közreműködött. Gépészmérnökként egy műszaki rajzban is könnyen tájékozódik, de most más tudásra lesz szükség, hogy eljusson alfától operáig. Szoktál horgászni? Az, hogy szoktam, az túlzás. Régebben nagyon sokat horgáztam édesapámmal, meg azért mostanában is van, hogy kijárunk horgászni. Gyomaendrődön van egy vízparti nyaralunk, ott szoktunk pecázni. Milyen eszközön hallgatsz otthon, operát vagy balettzenét? Főleg a laptopomon, telefonon vagy a tévén. Szerinted emberi hanggal eltörhető az üveg? Biztosan eltörhető, hogyha megvan a megfelelő hangerő, frekvencia, és az üvegnek is olyan vastagsága van. És ez mind klappol, akkor biztosan eltörhető. Hogyan jellemeznéd egy szóval a családodat? Szeretet. Hová utaznál a legszívesebben Franciaországban? Párizsba vagy valami gyönyörű szép borvidékre. Mennyire vagy kényes az autók belsejének tisztaságára? Igazából annyira nem vagyok kényes, azért időnként nekiállok és kitakarítom. Jövő héten egy komoly felkérést kapnál a Wuhan Chinese Opera Theatertől. Bevállalnád? Szerintem igen. Mindenképpen. Mennék. Miben szoktad kikérni a barátaid, barátnőid véleményét? Elég sok mindenben ki szoktam kérni. Sok mindent meg szoktunk beszélni, van egy nagyon jó baráti társaságom. Tehát ilyen kicsit kisebb és nagyobb dolgokban egyaránt. Ha valami elromlik, szerelőt hívsz, vagy magad nekiállsz? Én nekiállok, és hogyha ez nem működik, akkor mindenképpen szerelőt hívok. Mi volt a leghosszabb táv, amit lefutottál? 20 kilométer. Szoktam egyébként futni, régebben egész hosszabb távokat. Most már inkább ilyen 5-8 kilométert. Szoktál önkénteskedni vagy karitatív eseményeken közreműködni? Igen, szoktam énekelni ilyen eseményeken. Melyik magyar várnak lennél az ura vagy úrnője? Mondjuk a budai várnak, vagy a gyulai várnak. Külföldi utazáskor kevés podgyászt viszel, vagy minden eshetőségre felkészülsz? Szerintem egy ilyen közepes méretű podgyászt viszek, ami hát, igazából minden eshetőségre felkészülök. De abba elfér minden. Milyen magyar kifejezést tanítanál meg először egy külföldinek? Jó napot kívánok! Milyen időjárásban érzed magad a legjobban? Ilyen 15-20 fokos, enyhén szeles időjárásban. Melyik a kedvenc karácsonyi filmed? A reszkessetek betörők, természetesen. Tanítottál-e te magad is? Igen, egy évvel ezelőtt tanítottam. Igen, volt néhány növendék. Hová mész gyalog? Villamosig, illetve autóig, és hát amikor elmegyek sétálni, akkor is gyalog megyek. A szakmán kívüli barátaid, barátnőid rendszeresen látogatják a fellépéseidet? Igen, hál' Istennek nagyon szívesen eljönnek. Van egy kis csapat, aki rendszeresen eljön a fellépésekre. Mi a kedvenc képzőművészeti stílusod és kedvenc alkotód? Hát azt hiszem, hogy nagy rajongója vagyok a Ripper Rónai képeknek. Igen. És a Magyar Nemzeti Galériába oda szoktam járni. És most azért hiányzik is. Van kedvenc kilátótornyod Magyarországon? Nincs. Nem vagyok ilyen kilátó torony rajongó, azt kell, hogy mondjam. Vagyunk, köszönöm.